várólisták, kupleráj, káosz. Ezekkel a szavakkal festette le az egészségügy elmúlt éveit a megyei közgyűlés elnöke. Az államtitkár eztán úgy fogalmazott, olyan megyébe jöttem, ahol a megye és a szakmai vezetők értik az egészségügy problémáját. Szócska Miklós a fenntartókkal és az intézményvezetőkkel egyeztetett zárt ajtók mögött. Szóba került a Pannon-tengely kérdése is. Mint ismeretes, Somogy a Semmelweis-tervvel ellentétben Veszprém és Fejér megyékkel közösen végezni a gyógyító feladatokat, és e három megye oldaná meg közösen majd az ellátást. A kormány által vitára bocsátott Semmelweis-terv ugyanakkor egy területi együttműködést szorgalmazna a határos megyék között. Nem szabad elfelejteni, hogy egyik nagy térség sem létezik a vonzás körzetei a másik nélkül, befolyásolják az ötletek a gondolatainkat. A vitairattal párhuzamosan még decemberben megkezdődött egy Somogyot is érintő terv kidolgozása. Nagyon konkrét új igény fogalmazódott meg, ez a Balaton ellátásának a nemzetgazdasági szempontból kiemelt szerepét is erősítve az ellátás szervezése. Erre nekünk nagyon konkrétan együttműködési megállapodásaink születtek, Somogy megye, Veszprém megye, illetőleg Fejér megye vezető kórházaival és fenntartóival. Így jöhetne létre egy nagy térség, legalábbis a kaposvári vezetés szerint. De döntéshelyzet még nincs, így nem tudni, hogy fél év múlva mi lesz majd a most még vitairatként ismertetett tervben. Lehet, hogy köztes megoldást dolgoznak majd ki. Fenntartható nagy térségekre törekszünk, ennek vannak realitásai, ebben vannak kihasználandó lehetőségek. Meg lesz a megoldás. A Semmelweis-terv szerint Pécs lenne a meghatározó kórház, legalábbis az ellenzéki politikusok olvasatában. A Kaposi Mór Oktatókórház főigazgatója szerint azonban az ilyenfajta összehasonlításnak nem sok értelme van, hisz Kaposvár nem rivalizál. Nincs kompetens vetélkedés Pécssel, mert Kaposvár nem kíván orvos egyetemet üzemeltetni, létrehozni, vagy valamit csinálni, ez természetesen pécsi prioritás. De ettől még megvan az ellátási területe és fontos szerepe a kaposvári kórháznak a betegellátásban, hangsúlyozta a főigazgató. A fenntartó megyei önkormányzat képviseletében Gelencsér Attila egyik modell mellett sem tette le a voksot. Hogy most a Pannon egészségügyi társulás irányába menjünk, és Veszprémmel közösen működjünk a Balaton térsége miatt, vagy Pécssel működjünk együtt, ezek részletkérdések. Egyetlen egy dologban nem tudunk engedni, a somogyi emberek, a betegek érdeke. Az egészségügyre fordított pénz a teljes magyar nemzeti össztermék arányában több mint 1%-kal csökkent az elmúlt évek során. Az észszerűsítésben az intézmények egy része a szűkös források ellenére sem volt érdekelt. A kormány tervei szerint a jól gazdálkodók a plusz pénzt ezentúl megtarthatnák és magukra vagy dolgozóikra költhetnék. Szócska Miklós adásunkkal egy időben a régió szakdolgozóival találkozik Pécsett. A téma az egészségügy jövője orvosi szemmel.